Viszem apának a jó finom palacsintáját, amit még meg tudtam menteni. Kettő árva kis palacsintát. Fú, figyelj, ezt nekem csináltad? Igen. Miért ez az utolsó kettő van már abban? Rengeteg palacsintám van. Hát amit én sütöttem azokban, már csak ez a kettő maradt. Hallott kicsikém, én most figyelj, nem baj, ha nem kérném ezt. És miért, nem? Figyelj, azért nem kérném kicsi Manci, mert én figyelj, én próbálok, én is ugye tettem egy ilyen újévi fogadalmat, hogy megpróbálok igazából kicsit elkezdeni egészségesebben étkezni, kicsit mozogni, elkezdtem, ugye látod, futópadozok, mindenféle dolgot kitalálok, és emiatt nem merem megenni. Jó, akkor majd megeszem én. Megyek egyet volna futni, vagy esetleg, ha van kedved, elmehetnénk egyet ki az erdőbe. Jó, reggel, este. Valamikám, nem kéred a palacsintát, kicsfiam? De hol mentek, vagy miből hagytok ki engem meg? Hallod, kicsfiam, igazából semmi, csak ugye feljött a Laucika, nézem ilyen aranyos, hozott apának még palacsintát, de hát bevallom nektek őszintén, megettem ahogy 8-at. És ugye megbeszéltük, hogy nyára ki akarom pattintani magam, mint ahogy te is, üzé, ilyen fasizom, olyan nem tudom micsoda. Figyelj is, ma már nem fér bele ilyenkor este. Azt beszéltük meg, hogy holnap elmegyünk egyet futni, nincs kedved eljönni? Minek menjek el futni? Hát én eleget sportolok amúgy is. Nem mondjuk igen. Mindegy, mi elmegyünk akkor reggel, viszont akkor azt kéne kicsikém csinálni, hogy fel kéne öltöznöd időbe. Jó. Reggel, csinálunk egy kis szolid reggelit, itt van egy kis tőkartojást, bekapjuk, beülünk a kocsiba, anyától mondjuk el kell kérni. Anya, ide adod reggel a kocsidat? Na, akkor ez megvan ott valahogy, jó? Akkor kocsival kimegyünk és kimegyünk, bemelegítünk, futunk, kocogunk egyet, legalább kint vagyunk a friss levegőn, kicsit a tüdőn átjárja a friss levegő. Laucika, akkor reggel, de még úgyis este megbeszéljük a részleteket. Oké. Szia, apa! Szia, ma! Gyerekek, életem pillanata, életem esély. Ezt nem szabad elmondanom. Tiguan, pótkulcs, anyakocsia, vázolom a tervet. Reggel előfelkelek, mint Leóék. Mint hallottátok, ők elmennek futni, meg így, meg úgy. A meleg ruháimat, hogy ne fázzak, beteszem az autóba, és a garázsba majd felöltözök reggel. Egy zseblámpát is beteszek, hogy a csomagtartóba ne egy full sötétbe kelljen lennem, amely kijönnek a dolinába. Legalább megtudom, hogy milyen, amikor a filmbe elrabolnak egy embert, és beteszik a csomagtartóba. Most jön a durva rész. Kijönnek a dolinába, kiszállnak az autóból, jól van, elmennek futni, ilyenek. Amikor visszajönnek, tandarada, nincs ott az autó. Én nincs ott az autó, mert Normika ellopta. Tenni. Remélem, sikerülni fog a szervem, de most szurkoljatok is. Kislány, jó, itt vagy. Azt hallom, hogy most indulnak a pályák. Ide. Most öltöznek. Ide hallom, időt kell nyernem gyorsan. Halkan, hogy ne tudják. Itt van nálam a kulcs is. Tegnap este bepakoltam a ruháimat. Induljon az akció. Fel kell öltözni, mert nem tudom, hogy milyen a csomagtartóban, mert életemben nem utaztam. Úgy fognak rám tekinteni, mert egy gyerek van, tehát úgy nézett ki. Zseblámpa megvan, innivaló van az autóba, mert csak a papucsomat kell eltüntetnem. Most meg is teszek. Gyorsan lekapcsolom a lámpát. És meg is vagyunk. Hát jó sötét van ide bent. Nem is tudom, mit fogok én itt csinálni. Ez már most félelmetes, gyereke. Fékezésnél ide beverem magam és összetöröm magam. Akkor mit csinálok? De most itt tényleg őszintén mondjatok már meg. Mire vállalkoztam már meg? Nem gondolkozok előtte, csak megcsinálom, Istenem. Hát remélem, apaik nem várják meg az ebédet. Már most megsültem itt bent. Ha lekapcsolom a lámpát, szundítok, addig egyet mindjárt jelentkezem. Hallott kicsikém, hogy állsz? Mikor mehetünk? Már reggeliztem. Na meg is reggeliztél? Már így. Figyelj, megiszom a kafémat és tulajdonképpen mehetünk. Annyit légy szíves majd csinálj, hogy öltözz föl jó vastagon, mert az erdőbe megyünk, lehet, hogy több órán keresztül ott fogunk lenni. Jó ez a vastag kocsi. Hozzuk el, a kocsival vetesszük, hogyha nehogy Isten fázol, akkor föl tudjuk venni, a kocsiba elfér, jó? Bátyádot nem nézted meg, hogy alszik ő még, vagy nem keltnék föl? Hagyjad már. Miért? Ő még szundikál. Ja, alszik még? Tehát nem is látod előkerülni? Akkor ne keltsük föl, ne vigyük el?
Bár szerintem ő úgyse fog jönni. Hol jönne? Amúgy se jön, hát tegnap is azt mondta, hogy nem jön. Na jó van, akkor gyere induljunk kicsiként. Gyorsan megiszom a kávét, és már mehetünk is. Gyere kicsim, jó? Na mi van, kicsi lányocskám? Felkészültél olyan kalandra? Felkészültem minden. Én nem tudom egyébként, hogy szerinted most fussunk, vagy csak túrázunk egyet? Szerintem csak túrázunk, nem? Csak túrázunk egyet. Mm-hmm. Figyelj, fölmegyünk ott az ösvényeket, megnézzük, stb. Nem fura, hogy apa vezeti a anyakocsiját? Na, megszoktam. Mert szoktad te is vezetni. Hát azért most már rég vezettem. Figyelj, egy dologra hát igen, vigyázzunk, de... hogy anyának a kocsijának nagy valami baja legyen, tudom, mert anyának ez a kis szemefénye. Mehetünk? Mehetünk. Támadás. Támadjunk. Anyának a kocsijának nagy valami baja legyen, mert anyának ez a kis szemefénye. Ó, jaj, ahelyett, nehogy kirepüljek. Úristen, ennyire még nem féltem. Főleg egy kocsiba ülésre. Kicsi vagyok kötve. Azt a büdös. Jézusom! Ne álljatok már meg! Hova fordul ez? Hova fordul? Ne álljatok már meg végleg! Ah, de jó, végre! Nem százzal repesz, várjuk ki a végét. Most már szerintem leparkol vele. Ez a dolinás rész, gyerekek, ez nagyon durva volt. Hallom, hogy szállnak ki. Na, mit szólsz, milyen jó kis helyre hoztalak el. Nézzek, milyen szépek a fák. Elégedem? Kicsit friss levegőn vagyunk, el vagyunk, mint a befőtt. Eltávolodta. Gyorsan tettek, mert széjjére lépek. Na most jön a kedvenc rész. El fogom lopni. Aha. Gyerekek, szerintem ez kicsit több, mint csintelés. Féltenem kell az autót. Nem tudom, remélem nem fognak nagyon leszídni, mert ez már kicsit több, mint csintelés. Szóval ez már én is érzem a lelkem. Hogy ez egy kicsit rossz dolog, amit csinálok, de remélem most jól elmentek, és most megszívattam őket, mert ők is engem számtalanszor megszívattak. Hú, azért megmondom őszintén, hogy kicsit azért elfáradtam, nem tudom, hogy vagy vele. Ez most jól esett. Többször is eljöhetnénk majd ide, nem? Ezt mondtam, de figyelj, jövő hétre havazás van. Tényleg. És figyelj, hogyha leesik a hó, akkor át fogunk túrázni, mert ígérem neked, hogy ez valami egészen elképesztő. Tőlünk 5 perce van egy ilyen szép hely, mit csinálunk? Otthon kushadunk és megy a gépezés. Ezért mondtam a Norminak is, hogy ki kéne jönnie, kiszelőzteti a fejét, tehát inkább kockó, persze. Hát kockolunk helyette, vagyis kockoljon helyettünk is. Mi az? Apa, nem itt állt a kocsi? Hogy mi? Szerintem eltűnt innen a kocsi. Ja? A kocsi? A kocsi? De várjál! Biztos, hogy mi itt álltunk meg, kislányom? De hülyéskedj már! De várjál, itt vannak a nyomai! Basszus! Plusz! Pont, ne hülyéskedj, ez most komoly! Hát nem tudom, ide álltunk be! De kézd, de kinek kell a kocsi? Hát hogy? Hát... Bezártad a kocsi? Hát bezártam, sőt, ráadásul itt van a kulcs a kezemben. Hát akkor... Hát most ne hülyéskedjünk már! Anyáik szórakoznak, vagy mi? Se arra nincs, se erre nincs. Nagyon gyorsan hívjad anyát, rendőrséget föl kell hívni. Biztos, hogy bezártam, miért te nem abba a kocsiból szálltál ki? De! Ide parkoltunk le. Ott volt a helyi. Úgy ismerem ezt az egész helyet, mint a tenyerem. Gyere gyorsan! Hallod? Eltűnt a kocsi. Eltűnt a kocsi.
Hallod, de most komolyan mondom neked. Ne viccelj, mert hogy tűnheted el a kocsit? Hallod, biztos, hogy nem te vitted el, vagy nem adtad valakinek oda a kulcsot? Nehogy hidd, mert itt főzök. Te Normi, otthon van egyáltalán? Figyelj, én ezt komolyan mondom, nem értem. Tehát a Laurával kiszálltunk, elmentünk egy 3-4 órát túrázni. Az autó jelen pillanatban nincs ott, ahol ott hagytuk. Hívd gyorsan a rendőrséget! Megyek az autóval, ezek már biztos halálra vannak rémülve, hogy hol a jó kis szeretett autójuk. Anyát is már biztos felhívták. Remélem apa viccre fogja venni és nem fog lecsúszni, hogy hoppácska. Ezek ott vannak. Normi, megvan egyébként? Nincs. Most akartalak hívni, hogy nincs is itthon. Nincs. Mi a Normi sincs meg? Nincs itt. Várjál, vigyázz, vigyen egy kocsi. Várjál, mert itt van valaki a kocsiddal, anya, hallod? Ez ki? Ez most komoly. A Normi gyerek ellopta, anya, a kocsidat. Egy fuvarra! De ez most komoly, fiam. A rendőrség mindenki keresi jóformán. Hogy került oda? Hallod, kisfiam, te normális vagy egyébként? Hát, te, apa, most bele hol, kell férni. Hát de hogy, biciklivel jöttél, vagy mit csináltál? Nem, a csomagtartóba voltam végig. Te jó Isten, te a csomagtartóba úgy, hogy így mentünk az autóval. És ha valami bajod lett volna, és széttörted volna, mert a kocsit is széttörted volna. Mi bajotok? Édes jó Istenem, fiam. Akkor te fizetted volna. Hát ezt nem hiszem el. Gyere, szállj ki abból a kocsiból. Na, szálljatok be, elviszek egy fuvarra. Figyeljetek, anya mindjárt ki fog jönni. Gyere gyorsan, Laura! Figyelj, most egy dolgot viszont csinálnunk kell, fiam. Légy szíves, és mentsük meg a Normit. Figyelj, hogyha most azt mondjuk, hogy te tényleg beszöktél a csomagtartóba és elloptad a kocsiját, figyelj, szerintem te hosszú-hosszú hetekig a géphez közel nem fogsz menni. Hát igen. Jó? Még 4 hétig kb. Azt fogjuk mondani anyának, hogy tulajdonképpen, Laura, te is benne voltál, én is benne voltam. Okay? Ez egy prank. És ez egy prank, de ez valójában prank. Nem a mi prankünk, hanem az ő prankje. Figyelj, itt a kutya már jönnek. Na mi van, prankmester? Te mit csinálsz? Ne, figyelj, most nem a Norman. Norman nem hibás, anya. Figyelj, igazából benne voltunk Lauval, mi prankeltünk meg, hogy eltűnt az autót, meg ilyenek, úgyhogy ezt nem kell merre szívni. Bocsánat, én voltam a legnagyobb ludas ebben a történetben. Komolyan. Akkor mi hívtál föl? Hát azért, hogy legyen még jobban hiteles. Csak egy kicsit féltünk, hogy fel fogod hívni a rendőrséget, úgyhogy ez tök jó, hogy nem hívtad fel. Azért a sokat dobott a helyzetem. Na gyertek, menjünk befele, mert éhen halunk. Nem kaptok ebédet. Kösz. Szép volt. Hát, Tokimoki, te mit szólsz ehhez, mi? Hát, ott a fő vagy. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Legyen szép hétvégétek, és sportoljatok sokat. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Három norma? Úristen! I wanna let you know.